Ez a Lorenzo Pesti Show. Sziasztok, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez itt a Pesti Show. Nagyon szuper előadók lesznek. Érezzétek jól magatokat, jó szórakozást kívánok. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Tudod, miről mesél nekem? Tessék. Az After király darról, hogy az hogy jött neked, hogy ilyen sokan megnézik, hál' Istennek. Hál' Istennek örülök neki, hogy ilyen jó nézettséget elértünk. Hát eleve benne van a klipben is az a burizás, az afterozás, ugye? Mert igen, van benne egy nagyon jó táncos, aki azt feldobta ott, felrobbantotta a klipet. Hát ő is, meg ugye a zene is nyilván, ugye. Más lett a magyar világ, nem könnyű meg jó barát.
ahogy hallottam, még készülsz videóklippel kedves kisfiadnak. Igen, igen. Arról mesél nekem. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Annyit kell tudni, hogy most lesz 6 éves a kisfiam. Isten éltesse. És kérdeztem tőle, hogy mert ugye minden évben szinte bulit szoktam neki tartani. Igen, igen. És most megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne ajándékba. És ezt mondta? És azt mondta, hogy ő neki írjak egy dalt, ami csak őről szól, és klippesítsük meg, és ő lesz a rendező. Diájvel mámo, ikálisé jándámá. Közeljövőben lesz-e új dal, most készültök új dalal? Igen, készülünk új dalokkal, új klippekkel. Azt kell tudni rólunk, hogy egy nagyon nagy házalakításban voltunk, és ezáltal háttérben szorult a zene egy kicsit, de most már készen vagyunk, és új erőre kapva csináljuk az új dalokat. A hát itt a nyár, így van. Itt a nyár, elhozzuk az Ezer című dalt, hiszen annyira szeretik az emberek. Igen, 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 az egy igazi sláger az a dal. Ez egy sláger dal lett, és úgy gondoltuk, hogy elhozzuk hozzád. Pesti Show színpadán Balogh Tió, fogadják sok szeretettel!
Köszöntelek nagyon sok szeretettel Roberto Pesti Show műsorban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Én köszönöm, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek és meghívtatok a műsorotokba. Hogy lettél egy kicsit ilyen ismert, vagy ez a Roberto név hogy lett rád ragasztva? Ezt a Roberto nevet, hát ezt te adtad nekem. De igazából Robi vagy Robert a neved? Igen, Robi, gondolkodtunk mi együtt azon, hogy mi legyen a művész nevem, és akkor ezt a művész nevet, a Roberto nevet, ezt te adtad rám. Legyen a neved Roberto. De nagyon sikeres lett. Igen, igen, szerencsés lett a név, és hát hál' Istennek, hogy akkor te jöttél, és akkor vittél stúdiókba, ezt az egész világot így megmutattad nekem, és te hát voltál... Hál' örülök, hogy sikeres lettél. Igen, annyi személy közül, nagyon sok embernek feltűntem, de mégis annyi személy közül te voltál az, aki odajött, és azt mondta, hogy Robikám, gyere, csináljuk ezt a bulit, és akkor írtam az első számot. Szerencsés is lett ez a név, és megmutattál nekem egy olyan világot, hogy amit szeretek csinálni, ami magam vagyok. Örülök neki, hogy itt tartasz. Kívánok neked nagyon sok sikert, még továbbra is. Nagyon szépen köszönöm. Pesti Show színpadán Roberto. Azóta még minden éjszakán, száz csokot loptam tőle célbabán. Gyerek voltam, de nem értettem, a szerelem rabbá öltette, rabbá tette az én szívemet. Gyerek voltam, de nem értettem, a szerelem rabbá öltette, rabbá tette az én szívemet. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy nagyon jól szórakoztatok. A legközelebbi adásban is nagyon szuper dalokat, nagyon szuper előadókat elhozok nektek. Sziasztok! Ez a Lorenzo Pesti Show!